Extravaganza tonight. Zsolt, good evening. Good evening, David. Good to have you here. Absolute pleasure to be here. Now talk us through this Hungarian extravaganza. Oh, the process is very simple. You have to drink a lot of palinka and eat well. Magyar csapatért. Óriási látni otthon a lelátóról a 70 ezer embert, hogy mindenki szurkol Magyarországnak, és reméljük, hogy jó eredmény lesz. Ma este bármi lesz az eredmény is, a jó hangulata fontos. És ma az étteremben rengeteg magyar szurkoló van itt körülöttünk, és itt van a tömegben Bérteki Róbert, a 365 Sport magazinnek a tulajdonosa. Kérdezzük meg, hogy hogy érzi magát ma este. Robi, tényleg légy pillanatra. Robi, hogy érzed magad ma este? Hát azt megmondom, egy másfél óra múlva, hogy ez a nehéz lesz magam. Mit vársz a magyaroktól, Robi? Hát, hogy úgy játszunk, mint a portugálok ellen, küzdjünk, harcoljunk, lábokat törjünk, vérfogjunk az ellenfélnek, és akkor valahogyan van lehetőség, hogy egyetetlen kihúzunk. Nagyon jól játszottunk a portugálok ellen, egészen a 83. percig. Hát igen, nagyon jól játszottunk, nem láttam esélyt, hogy a portugálokat fogunk tudni, de sajnos ezt a cserét az 55-85 percben, a védelmet majdnem kicseréltük, az a stabilitást elvontotta, és kapunk három gólt. De én úgy érzem, hogy a németek ellen van esélyük, legalább egy kettőre, de a gólt.
bármi is lesz az eredmény ma este. Mi szurkolunk, és itt vagyunk, és szorítunk nektek. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Bulgaria! Via! Via! Bulgaria! Via! Via! Bulgaria!